Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövessd be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngésző beírt be, hogy www.facebook.com majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjáték, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon és Kukacisutv néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Na sziasztok, katszok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és most egy hát érdekes hangvételű videó lesz, ugyanis azt gondoltam, hogy nem igazán voltak még ilyen őszinte videók a csatornán, és szerintem nagyon sokatok várja ezt, hogy én beszéljek arról, hogy mi történik most jelen pillanatban a Facebookon, mi történik azzal, hogy miért vándorolnak el a magyarok Twitchről, meg Youtube-ról, Facebookra, ennek egyébként megvan az okafunkról a beszélni, Ezeket szeretném egy kicsit átvesélni és tényleg teljesen őszintén elmondani, amit én tudok, illetve amit, amit elmondhatok, mert vannak nyilván olyan dolgok, amiket nem mondhatok el, vagy azért, mert szerződés, vagy azért, mert így illik, stb. stb. A lényeg az, hogy amit tudok, azt és elmondhatok, azt igyekszem nektek teljes mértékben őszintén átadni. Az első és legfontosabb dolog, ugye azt észrevettétek már, hogy gyakorlatilag egy hónapja nincsen már stream, se videó a Youtube-on. Ennek igazából az az oka, mert gyakorlatilag a a, az én videózásom, vagyis hát a streamerek, vagy hát a streamejeim, miért, bocsánat, elköltöztek uh, YouTube-ról, Facebook-ra. Tehát most már nincsenek YouTube-on élőadások, videók azok lesznek, és terveim szerint egyébként két naponta fognak is jönni a videók most már a YouTube-ra, legalábbis ezt igyekszem betartani. De az élőadásokat szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogyha szeretnétek nézni az élőadásaimat, és. Uh, vagy néztetek, vagy fogtok nézni, vagy utólag megnézed, stb. A, a lényeg az, hogy Facebookon megtalálsz, facebook.com per nyomj el be egy követést, és nyomj el be egy lájkot, és akkor biztos, hogy fogsz kapni értesítést, egyébként minden nap délután 5-től 9 óráig lájvolok, kivéve pénteken meg szombaton, mert akkor pihi van. Szóval ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az eddigi, át ilyen nagyon labilis stream időpontjai, amik voltak Youtube-on, azok teljesen fixek lettek most már Facebookon, és ezt igyekszem mindig be is tartani. Többi kevésbé egyébként tudom is. Nyilvánvalóan én is vagyok néha beteg, vagy nekem is el kell mennem valahova, vagy valamit el kell intézni, de ez mondjuk 95%-ban klappol, és marad az az 5%, ahol néha-néha mondjuk mondjuk két-három hetente azért becsúszik egy olyan, hogy esetleg elmarad egy stream, vagy korábban lesz, vagy kicsit később kezdünk, stb. De nagyjából az az 5 óra, a délután 5 óra az fix, jó? Úgyhogy ne felejtsd el bekövetni, hogyha még esetleg nem tetted volna meg. Na, beszéljünk akkor a Facebookról, hogy miért a Facebook, illetve miért mennek át a streamerek köztük én is, miért mentem át a Facebookra. Ugye a nap esetben azt azért szerintem már észrevettétek, hogy minden a YouTube-val kezdődött. Tehát elkezdődtek ott a streamek, mindenki igazából, aki elkezdett videózni vagy streamelni, elkezdte Youtube-on. Aztán csak egyszer jött egy mennydörgés pár év után, és bejött a Twitch Magyarországra. Eddig is volt, csak úgy divatba jött, ugye átmentek a vr ek és akkor onnantól kezdve, hogy átment a VR, mindenki elkezdett kapkodni, a Úristen, át, akkor a VR át, mert nekünk is át kell menni, mert ők biztos, hogy tudnak valamit, amit mi nem, stb. 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 és mindenki elkezdett kombinálni, és mentek át az emberek Twitch-re. És amikor átmentek twitch az emberek, akkor mindenki szemét volt, mindenki ott hagyod a néződ, emlékszem rá, hát olyan balhék voltak, hogy csém kommentek be, Jézusom, én nem ismertem átmenni konkrétan, mert, mert hogy tényleg így láttam azt embereknél, hogy vándorolnak át twitch és amit ott kommentben megkaptak, az valami brutális volt. És igazából nem is nagyon nézték azokat az embereket, akik mondjuk YouTube-ból átmentek Twitch-re, mert még mindenki még megmaradt egy kis YouTube-os világába. Aztán történt megint egy kis változás, eltelt mondjuk egy fél három év, és kezdtétek megszokni azt, hogy nem YouTube-on vannak a magyar streamerek többsége, i, hanem már átmentek Twitch-re, és akkor is szépen lassan elkezdtek átszokni az emberek YouTube-ból Twitch-re, elkezdtek fogyni az emberek YouTube-ból, és mindenki gyakorlatilag Twitch-en volt. Van. És és eltűnt ez a eladtad magad, miért mentél át Twitchre, ott hagytad a nézőidet, szemétláda vagy, megbízhatatlan vagy, klikbétes, stb. So, tehát minden eltűnt, és hirtelen mindenki azt kérte, még tőlem is egyébként, hogy mikor mész át Twitchre? És ezelőtt két-három hónap alatt mindenki azt mondta, hogy ha nagyját menjél Twitchön, mert a nézőidet, ha miért, ha nem menj át. És most ugyanezen a Facebookkal is, bejött egy új platform, még ne beszéljünk a pénzről, azt most hagyjuk ki. Fogunk róla beszélni, de nem most. Bejött a Facebook, és átmentek az emberek Facebookra, köztük én is. Kicsivel gyengébben, mint annó, amikor twitch volt ez a balhé, de úgy, hogy megkapták a sok, hogy te szemét vagy, te geci vagy, te átvartad a nézőidet, te eladtad magad, igen, ez a, ez a legjobb szó, az eladtad magad, egyébként ah, te is eladtad magad a Facebooknak, stb. stb. És figyeljétek meg, és egyébként már most is nagyon-nagyon sokat változott ez a, ez a visszajelzés. Főleg, hogy naponta ugye látom azt, és hogy egyre kevesebb olyan ember van, aki csak azért jön be Facebook streamre, hogy azt mondja, hogy eladtad magad, és utána elmegy. Nem tudom miért jó, de vannak ilyen emberek, akik ezt csinálják, teljesen mindegy, meghallgatjuk őt is, elmondta a véleményét, köszönjük szépen, nem érdekes senkit. De attól függetlenül egyre kevesebb már az ön, és egyre többen értitek meg azt, hogy, hogy ez egy ismételt lehetőség. Nem csak nekem, hanem ö, nektek is, vagy azoknak az embereknek, akik nézik a streamet. Tehát ö, most akkor kicsit térjünk át a pénzre. Miért mennek át az emberek Facebookra? Most beszélek a saját magam nevében egyelőre, aztán utána majd beszélünk nyilván többek nevében is, amit mondjuk annyira nem kéne, mert nyilván mindenkinek szíve, szíve jóvá elmondani a saját véleményét, én inkább az észrevételeit mondom el, hogyha így jobban lehet fogalmazni. Szóval ö, én gyakorlatilag két ok miatt mentem át a Facebookra, totál őszintén. Az egyik a pénz. A pénz az egy olyan dolog, hogy mindenkinek szüksége van rá, mindenki abból él, mindenki abból fizeti a számláit. Tudjátok, hogy én nem édesanyámmal, édesapámmal élek. Gyakorlatilag 20 éves korom óta egyedül lakom, és egyedül tartom fent magam, amit egyébként sokan nem tudtok. Úgy jártam iskolába és is, a hogy én már gyakorlatilag külön éltem a szüleimtől. Szerencsére meg tudtam tenni, tehát nem, nem feltétlenül kényszer volt, hanem, hanem inkább, inkább lehetőségem volt rá. Nekem nagyon jó munkahelyeim voltak, ahol elég jó kereseti lehetőségeim is voltak, viszont ezt adtam föl azért, hogy én streamelni tudjak. Mert én gyakorlatilag 11 évig dolgoztam különböző informatikai cégeknél, vagy szélszvezetőként, vagy marketingvezetőként, tehát nekem ez a szakmám, én ehhez értek. Um, és akkor jött a streamelés, és, és, így kezdett úgy egyre, egyre nagyobb időmet elvenni, és úgy látszódott az, hogy nem azt mondom, hogy meg lehet belőle élni, mert uh, akkor még nem lehetett megélni a streamelésből, most sem nagyon egyébként, de erre is majd visszatérünk mindjárt, hogy mi változott, és miért lehet ebből megélni. Uh, tehát el kellett dönteni azt, hogy, hogy mit szeretnék, és jöttek be olyan felkéréseim, szponzorált tartalmaim, stb. stb. amiből igazából ha nem is ugyanazon az élet színvonalon, de úgy el tudtam lenni, és így szépen kezdtem építgetni a saját kis életemet felfele, a saját kis bizniszeimet, a saját kis szponzorációimat, stb. stb. A kis streamjeimet ott is építgettem. És, és aztán ugye megkeresett a Facebook, illetve nem is engem keresett meg, hanem egy, nem szeretném elmondani a nevét, mert, mert igazából teljesen mindegy, valakit megkeresett a Facebook, aki aztán szépen elkezdte továbbadni a streamereknek, hogy van egy ilyen lehetőség, és egyre több embert kezdett el érdekelni az, hogy a Facebook mit mond, hogy mit ajánl azért, hogy te átmenjél gyakorlatilag az eddig megszokott platformodról a Facebook Gaming platformra. Ugye a Facebook Gaming platform az egy teljesen új platform, tehát gyakorlatilag amikor ez, ez ment, akkor a békasságja alatt volt. Most sem mondom, hogy egy profi platform egyelőre, viszont nagyon jól építkezik, és nagyon jól csinálja, amit csinál. Tehát fontosan fejleszik a platformot, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy hallgatnak a streamerekre, jelen pillanatban a magyar streamerekre is, van egy kis csoport egyébként, ahol a streamerek megbeszélhetik egymással, például, hogy kinek mi a problémája, milyen bugok vannak, stb., és ezt át tudjuk adni a Facebooknak, és a Facebook megpróbál ezt szerint cselekedni, és megpróbálja kijavítani ezeket a problémákat. Így lett például a szar egy viszonylag normális kép, nyilván mondjuk még a, 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 Fortnite azért messze van a normális képtől, tudom, tisztában vagyok vele, hogy nem a legszebb a, a kép, viszont az összes többi játék gyakorlatilag majdnem, hogy problémamentesen és kristálytisztán tud működni a Facebookon, ami szerintem egy tök jó dolog. A kristálytisztát úgy értem, hogy Inkább úgy mondom, hogy nincsen lemaradva a versenytársaitól. A YouTube-tól, a Mixertől, vagy a Twitch-től. És megkereste ezeket a, a, a streamereket, a idézőjelben mondom, hogy nagyobb streamereket, mert azért... azért én nem tartom magam egy, egy nagyobb streamernek. YouTube-on néztek valamennyien, és az elég volt ahhoz, hogy Facebookon partnerséget tudjak csinálni. Igazából ez a legegyszerűbb megfogalmazás. És a Facebook mit ajánl? A Facebook ajánlja neked azt, hogy partnerséget tudsz vele kötni, aminek köszönhetően te fix pénzt kapsz. Tehát ez gyakorlatilag Magyarországon abszolút a teljes mértékben egyedi, és ilyen még nincsen, hogy a streamerek főállásba tudjanak fix fizetésért dolgozni, streamelni a nagy közönségnek amiért te fixen pénzt kapsz. Tehát igazából, hogyha azt az oldalát nézzük, tehát Twitch-en, hogy keresel pénzt. Csak abból tudsz pénzt keresni, hogy minél többen lesznek csatorna tagok. Ha nincsenek csatorna tagjaid, megfelelő számban nincs pénz. Ha nincs pénz, nem tudod fizetni a számláidat, nem tudsz elbegredelni, gyakorlatilag egy helyben ücsöröksz, és elmész dolgozni, hazajössz, és jókat mulatsz a számítógépen, ennyi. Viszont van a másik része, ami már egy kicsivel komolyabban gondolja, és valamennyire már össze is jött neki ez a dolog, relatív megismerték, akit már néznek valamennyien, és, és, és a Facebook az bevállalta az, hogy ezeknek az embereknek, hogy hát mennek Facebookra, akkor adnak fix fizetést, megtarthatják a csatornatagságból bejövő pénzösszegek nagy részét, ami szerintem valami nagyon jó, és úgy, hogy megtarthatod a do donétokat is. Tehát gyakorlatilag <laughs> egy biztonságot ad neked a Facebook, amit eddig sehol nem kaptál meg. Ez a legegyszerűbb ö, magyarázat erre. És nekem ö, a pénzen kívül az volt még egy, egy hatalmas nagy dolog, amit ugye most elmondtam, hogy a biztonság. Hogy, ö, hogy fixen tudsz számítani egyrésztről a, 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 fizetésedre, ami, ami kell ahhoz, akárhogy is nézzük srácok, tehát kell. Tehát ö, aki azt mondja, hogy ö, nem, nincsen ö, anyagi vonzata, hogy átment Facebookra, az hazudik. Tehát ilyen nincsen, de szerintem ezt senki nem mondja, mert, mert ez, ez, ez egyértelmű. És nem kell erre az eladtad magadot mondani, mert édesanyád is, vagy édesapád is, amikor munkahelyet vált, valószínűleg több pénzért vált munkahelyet jobb esetben, hogyha megteheti, mint kevesebbért. Tehát, hogyha két ö, ö, cég megkeresi, apukádat vagy anyukádat, az egyik azt mondja, hogy figyelj már, több pénzt kapsz Susan, ezért. Vagy másik, figyelme már kevesebbet, akkor melyikhez fog elmenni? Hát nyilván, amiért több pénzt ad, mert akkor több mindent tud neked venni, több mindent tud otthonra venni, jobb lesz a kaja, jobb lesz a pia, el tud menni ide, el tud menni oda, tud magának venni házi mozit, meg mit tudom én. Na, érted? Na, tehát ez így működik, ez itt is így működik, és minden más, ezért nem eladod magad, csak a lehetőségeidhez képest megpróbálod építeni egyrészt a karrieredet, másrészt az életedet. Szerintem ez egy tök komoly dolog egyébként, és erre nem azt kell mondani, hogy eladtad magad, hanem, hanem el kell fogadni. És innentől kezdve te eldöntheted, mint néző, hogy te átmész és nézed azt a streamert, vagy szarod le és nem mész át. Ez a két opció van. Maximum nem mész át, akkor nem menj át. De nem menj át azért oda egy streamerhez, hogy, hogy elmond neki azt, hogy eladtad magad, mert egyszerűen rosszul esik neki. Nekem is rosszul esik. Pedig tudom, hogy nem így van, tudom, hogy köze nincsen hozzá, de, de egyszerűen, egyszerűen rosszul esik, és felveszi azt az ember, és nagyon sok például rosszul az ember ezt csinálja, mert tudja, hogy ezzel tudhatni az emberekre. Nyilván az nagyon sokan leszereg, én is már leszarom, mert amikor már megkaptad 500-szor, akkor már kurvára nem érdekel senkit. De az elején rosszul esett az, hogy jöttek oda emberek, és én igyekeztem, próbálkoztam tényleg, és, és egyszerűen az, az volt pár embernek a visszajelzése, hogy a szemét meg is mindenkit, meg mit tudom én. Nem, nem esik jól. Akárhogy is szarom le, de nem esik jól. Na mindegy, a másik, ami nagyon-nagyon fontos a pénzen kívül, és ami legalább olyan fontos, azt gondolom, mint a pénz, az pedig a platform. Ugye jelen pillanatban a Facebook platform az gyakorlatilag, hát nagyon kezdő cipőbe jár még, ha lehet így fogalmazni, nem igazán van kiépülve, ez az előnye is egyébként, ami a hátránya. Lehet, hogy nincsen teljes mértékben kiépítve, viszont te tudod kialakítani. Szóval van egy ilyen kis csoport ugye a, a a Facebook streamerek között, ahogy lehet így kommunikálni egymással, tudunk beszélgetni a Facebookkal, és tudunk ötleteket adni, és meg is valósítják, és elfogadják, és, és egy csomó ötlet, ami például fog jönni most a Facebook gamingre, egy csomó változás lesz, azok mind streamerektől jöttek, tőlünk, magyaroktól, külföldiektől, stb., hogy össze, összegyúrjuk, és, és együtt próbálunk meg változtatni, és jó platformot csinálni. Úgyhogy Külföldön például ennek nem volt ekkora nagy visszhangja, nem volt a dráma belőle, sőt, én azt gondolom, meg láttam is, meg így utána is néztem, meg beszélgettem is egy-két külföldi streamerekkel, náluk egy családként működik ez a Facebook streamelés dolog. Tehát ott mindenki segít mindenkinek, mindenki hoztolgat mindenkit, mindenki ott osz ossza a másikat, stb. Tehát itt próbálnak, mert az mindenkinek jó. Tehát, hogyha ha egy embert is át tudsz hozni te, mint nem tudom, Jancsika a Facebookra, az nekem is tök jó, mert az egy ember az valószínűleg majd mást is meg fog találni. Lehet, hogy engem is, lehet, hogy őt is, stb. stb. Tehát közös érdek az, hogy minél több ember használja a Facebook Gaming platformot, mert akkor lesz neked is több néződ, akkor élszel több embert, akkor tudsz jobban szórakozni, és nem, én például nem feltétlenül azért gyűjtöm idézőjelbe a követőket vagy a nézőket, mert olyan baromi jó ránézni, hogy nem tudom, most néznek mondjuk 300-an, 400 -an, 500 -an, vagy 20-an, vagy 10 hanem azért, mert, euh, <coughs> mert ez egy tök jó visszaigazolás az, hogy amit csinálsz, az egy, az egy építő jellegű dolog, és te is euh, né, streamerként jobban szórakozol, tehát én is jobban szórakozom, hogyha többen vagyunk, euh, mint amikor kevesebben. De, ez, de ez, szerintem ez mindenkinél így van, tehát valamilyen szinten stúffal az, hogy, hogy vannak, vannak, jönnek, jönnek, és, és csinál, és az neked is jó, mert, mert hogyha látod a streameren, hogy hogy pörög, és tényleg csinálja, és tök jó, stb., akkor, akkor te is élvezhetőbb kontentet fogsz kapni, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen körforgás, mindenkinek jó neked azért jó, mert a streamer jobb, jobb lesz, fejlődik, szebb képet csinál, normálisabban fog tudni beszélni, stb. stb. A streamernek meg azért jó, mert ugye folyamatosan gyűlik, és hát neki is egy tök jó kis visszajelzés ez. Úgyhogy nekem a másik, ami, ami tényleg, amire azt mondtam, hogy, hogy megéri átjön ide, az ugye a platform, és ebből is az a része, hogy nem elterjedt még. Ami azt gondolom, hogy egy tök jó dolog. A, nézd meg azokat az embereket, akik, átmentek az elén Twitch-re. Tök jól el vannak most. Ugyanezt gondolom, hogy ugyanez lesz Facebookon is. Egyébként kezd egyre jobban bebizonyosodni, hogy igen. Mert aki, aki, időben kapcsol és mondjuk időben át tud menni, vagy lehetősége van rá, a, az mondjuk egy év múlva már egy éve ott lesz. És aki mondjuk egy év múlva megint bejön a divatba, mondja, akkor most át kell menni vagy nem tudom én ide, onnan a Facebookra, akkor te gyakorlatilag már egy év hátrányba leszel. És az a streamer, aki meg már ott van egy éve, az meg egy év előnybe lesz nyilvánvalóan. És, és evidens, hogy őt mondjuk többen fogják nézni, mint azt, aki mondjuk éppenséggel akkor megy át. Legalábbis ez az átlagos, aztán nyilván vannak kivételek, mert van, aki mondjuk, nem tudom, a 120 ezeres, nem tudom, Twitch követőjéből, akit mondjuk aktívan néznek 1500-an, az átjön Facebookra, és 1500 helyett mondjuk nézik 900-an, de ma az is kurva jó. Szóval vannak, vannak, ilyenek is, de, de nem, ez a, nem, ez az átlagos. Ott van például Zsozi, ugye Zsozi átment, átjött most Facebookra, neki igazából túlságosan nem változott a nézőbázisa. Tehát vannak ilyenek is. Viszont vannak olyanok, mint például én is, akinek, akinek csökkent a nézőbázisa. Ez több okból is van. Egyrészt az én lustaságom, ezt beismerem, hiszen nem csináltam még videót. Tehát most eltett egy hónap, egy hónapja streamelek aktívan Facebookon napi négy órákat, és ti most tudjátok meg tulajdonképpen, hogy én streamelek Facebookon napi négy órákat. Szóval vannak azért problémák itt velem, de szóval mm, alapvetően alapvetően azért kevesebben vagyunk jóval, mint, mint egyébként, viszont ez is egy növekvő tendencia. Tehát nagyon sokan jöttek át például most úgy Youtube-ról, Facebookra ra hozzám, hogy Jézusú, hát eltűnt egy hónapra a fater, hát hol voltál? -e? Aztán nézem, hogy egy hónapja itt lejj volt, mi van vele? Tehát szólni kéne, te só. És akkor így észbe kaptam, hogy hát igen, igen, lehet, hogy szólni kéne. <laughs> Úgyhogy most szóltam, jó skacok? Úgyhogy ne felejtsétek el bekövetni a US tv és Facebookot, hogyha szeretnétek élőadásokat nézni. Ugye minden nap délután 5-től vagyok este 9 óráig, kivéve péntek, szombaton, mert akkor pi van, illetve kedden, mert kedden déltől vagyunk, de az összes, összes más időpontban gyakorlatilag délután 5 órától indulnak el az élőadásod. Ha bekövetitek, meg belájkoljátok a Facebook oldalt, akkor uh, úgyis fogtok róla kapni értesítést. És ami nagyon jó egyébként, és észrevettem, hogy a Facebook értesítések baromiok. Tehát, ugye, a, a Facebook az erről szól. Értesítés. Értesítés, 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 hátten még több értesítés, sok értesítés. Uh, úgyhogy ez működik <kül> a Facebookon. Ezért, ezért uh, is tetszik nekem ez. És én jól is érzem magam, megmondom őszintén, Facebookon. Tehát, nekem egyelőre nincsen vele problémám. Uh, kezd ott is kialakulni nagyjából ugyanaz a közösség, ami volt YouTube-on, és ennek én nagyon-nagyon örülök. Nyilvánvalóan folyamatosan bővülünk, aminek szintén nagyon örülök. Most lettünk meg 13 ezeren egyébként Facebookon, aminek szintén nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. Úgyhogy, hát nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Én arra gondoltam, hogy akinek van esetleg kérdése, és normális kérdésetek van, olyan, amire, amire mondjuk itt most nem kaptatok választ, és tényleg nem az, hogy miért adtad el magad, válaszold meg. Mert ezt igazából nincs az ember, aki neked meg fogja válaszolni, mert hülye a kérdés. Szóval, hogyha vannak értelmes kérdéseitek, amiket mondjuk szeretnétek föltenni, akkor itt tegyétek meg kommentben, és ha összegyűlik annyi értelmes kérdés, akkor csinálok egy másik videót, ahol ezeket a kérdéseket fogom megválaszolni. Jó? Szóval, hogyha van esetleg most kérdésed, akkor ne felejtsd el kommentbe leírni, és igyekszem rá, hogyha összegyűlik annyi, akkor igyekszem rá egy külön videóban erre válaszolni majd, jó? És én ennyit szerettem volna nagyjából elmondani, úgyhogy ne felejtsétek el, hogy mostantól kezdve Facebookon vannak az élő adások, illetve már egy hónapja, de ti most tudjátok meg. Úgyhogy hát várlak benneteket sok-sok szeretettel, igazából túl sok minden nem változott, én ott vagyok minden nap, streamelünk, nyomjuk, játszunk, nézői játékoktól kezdve minden szar. Sőt, egyébként sokkal több mindenre szeretnék most ugye az eddigi Fortnite mellett, meg a Brawl Stars mellett vissza szeretném hozni a Clash is, szeretnék pubg is egy kicsikét, szeretném a Call of Duty mobilt kipróbálni, a PUBG mobilt kipróbálni, többet Brawl Stars -hozni, többet lolozni, GTA 5 rp -zni. szóval nagyon sok mindent fogok csinálni, meg csinálok is, úgyhogy aki még néz streameket, és úgy gondolja, hogy kíváncsi rám, akkor az ne felejts el bekövetni a Facebookot, és tényleg nagyon szépen köszönöm minden egyes Facebook követést. Egy kis marketing még így a végére. Visszahoztam egyébként Facebookon a, követések utáni nyereményjátékot. Ugye volt youtube on egy 50 követős nyereményjáték, vagy 50 feliratkozó utáni nyereményjáték, ahol a prémium játékot lehet nyerni. Ezt most levettem 25-re. Tehát 25 followerenként minden élőadásban lesznek nyereményjátékok. Ha 100, akkor 100, ha 10, akkor 10, ha 1, akkor 1, de mindig van. Úgyhogy vállak benneteket sok-sok szeretettel, és egy hát gyűjjünk, gyűjjünk, gyülekezzünk. Uh, másik van egy Instagramom, Kukac TV, ne felejts el bekövetni, mert Instára mindig megosztom a streameket egyébként már egy-két órával előtte is, hogy mi lesz, hogy lesz, stb. Uh, meg hát egyébként ugye fix 5 óra, tehát délután 5-kor meg, meg fixen jövök egyébként is. Jó, csak a játékot tudjátok meg, hogy, hogy mivel játszunk éppen majd az adott napon Instán. Jó, na, Skacok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, még egyszer mondom, hogy ha szeretnéd és van kérdésed, akkor azt ne felejtsd el megtenni a komment szekcióban. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, és remélem, hogy jönnek majd jó kérdések. Ne felejtsd el dobni egy lájkot, és ne felejtsd el feliratkozni ide a YouTube-ra sem, úgyhogy most, ha még nem tetted volna meg nyomni egy YouTube-os feliratkozást is, illetve más számára, át Facebookra, és dobjál oda is egy követést, illetve egy lájkot, hogy kapjál értesítést az élőadásokról. Jó, a videók azok el fognak kezdődni jönni itt YouTube-ra, úgyhogy nem kell parázni. Az ugyanúgy meg lesz tartva, viszont az élőadások most már nem Youtube-on, hanem Facebookon lesznek, jó? Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy nagyjából el tudtam magyarázni dióhelyben azt, hogy miről is van szó. Ha van kérdés, akkor kommentbe írjátok le, és válaszolok rá. Sziasztok!